Köszöntlek titeket, ez itt a Humda Podcast, én Lázár László, a Humda kommunikációs vezetője. Hétről hétre izgalmas és érdekes tartalmak jelentkezünk automotorsport, zöld mobilitás, közlekedésbiztonság és kutatásfejlesztési témákban. Arra szeretnék kérni titeket, ha még nem tettétek volna meg, kövessetek be minket a Spotify-on és a YouTube-on, hogy nem maradjatok le az adásokról. A mai témánk nem más, mint a hidrogén technológia, annak előnyei és hátrányai. A stúdióban a szokásokhoz híven két vendéget hívtunk, dr. Szabó Attilát és dr. Tompos Andrást. Köszöntelek titeket a stúdióba, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönjük szépen. Mielőtt belekezdenénk, röviden engedjétek meg, hogy bemutassalak benneteket. Dr. Szabó Attila, a Humda ZRT hidrogén technológiai munkacsoportjának tagja, 2006-ban végzett a BME közlekedésmérnöki karán, ezt követve a TELSZ Nano ZRT-nél a hidrogén generátorok fejlesztésével foglalkozott, illetve tagja a Magyar Energetikai Társaság hidrogén tagozatának is. Külföldi tanulmányutat követően doktori értekezését 2014-ben védte meg a BME GPRMU technológiai tanszékén, ahol 2023-ig dolgozott egyetemi adjunktus munkakörben. Dr. Tompos András, a Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézetének igazgatója. 1994-ben végzett a BME vegyészmérnöki karán, 1995-től az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetében a heterogén katalízis területén kutatott és PhD értekezését 1999-ben védte meg. 2001-ig Németországban az RWTH Aachen heterogén katalízis intézetében posztdoktori ösztöndíjasként homogén katalizátorok rögzítése volt a feladata. Jelenleg a tüzelőanyag cellák elektrokatalizátorait fejleszti, és munkatársával kisméretű cellaköteleket állítanak össze. Hát ezt nem volt egyszerű kimondani, de sikerült, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagytok. És akkor a hidrogénről beszéljünk. Egy picit ugye ez a jövő talán energiahordozója lehet, de egy picit megengedek, akkor kanyarodjunk vissza, és kicsit nézzük messzebbről, mert hogy a hidrogén az nem egy most feltalált elem, és nem úgy van, hogy csak kipattant, viszont nagyon nagy hype-ja van. Picit, ha visszamennék, mit lehet a történetéről tudni, hogy alakult ki így a hidrogén, hogy jöttek rá, hogy ez egyébként energiahordozó szempontjából egy jó és fenntartható közeg lehet, és mi ennek a története? De jó hosszú indukciós periódus van azért itt a hidrogén mögött, ha azt tekintjük, hogy az elektrolízis mint jelenséget már a 19. századnak a vége felé megismerhette a tudományos közösség. Ugye a víznek a bontásából származott ott a hidrogén. Természetesen a hidrogén előállításának a módja azóta jelentősen változott, és hát most újra vissza fogunk kanyarodni majd az elektrolízishez, miután az elektrifikáció és a megújuló energiáknak az elektromos árammá történő konvertálása azért mindenképpen a fókuszban van jelenleg. De a hidrogén és a hidrogén energiavektorként történő használatáról sokáig ugye semmit nem lehetett hallani a 19. század végétől, míg nem ugye a 60-as években, 1960-as években az első tüzelőanyagcellás, alkáli tüzelőanyagcellás alkalmazásként az űrprogramban alkalmazták először a hidrogént, mint energiaforrást. De hidrogén, az első az az űrprogramban kezdődött, és onnan jött át akkor utána az összes többi szektorba? Ott jelent meg először a tüzelőanyagcella, mint energiátalakító egység, és ugye annak a hajtóanyagaként a hidrogént vitte magával ez az űrhajó. Miben különbözik a hidrogén előállítása a hagyományos fosszilis üzemanyagoktól? Mit kell külön tudni róla? A metán földgáz, tehát a metán, mint ugye a földgáznak a vegyülete, tehát a CH4, ennek a vízgőzös reformálásával állítják elő nagy mennyiségben, 99,7%-ban, közel 100%-ban ebből történik jelenleg a hidrogén előállítása. A vízelektrolízist azért neveztem meg, mint lehetséges előállítási módszer, mert valószínűleg abba az irányba fog majd eltolódni a hidrogén előállítás, tehát a megújuló hidrogénnek az előállítása, megújuló energiaforrásokon alapuló előállítása majd abba az irányba fog elmozdulni. A metán vízgőz reformálása az energetikailag sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebben végrehajtható, de miután a metán fosszilis forrás,
ezért ennek a kivezetésére lehet számítani a 2050-ig. Igen, hát nyilván ugye itt a fenntarthatóság szempontjából vizsgáljuk most a hidrogént, ugye, aminek az lenne a lényege, hogy minél kevesebb széndioxid kibocsátással tudjuk hidrogént előállítani. Mégis korábban hallottam, hogy vannak különböző színek a hidrogénben, nyilván ez az előállítással kapcsolatos. Ez most jelenleg milyen környezetben mozog? Itt lehetett hallani zöld, kék hidrogénről, erről mit kell tudni? Azt hiszem, hogy ezek a színkódok, ezek a szájhagyomány útján, illetve a népi kifejezés eszköztárában mindenképpen benne maradnak. Ugyanakkor a szabályozás, amit a hidrogén hát színvilágát ki akarja váltani, az abba az irányba mutat, hogy inkább a széndioxid tartalmát, a hidrogén előállítás széndioxid tartalmát fogják ebbe a szabályozásba bevonni. Tehát adott limit felett, vagy limit alatt nevezik megújulónak, illetve dekarbonizáltnak. A hidrogént felette pedig továbbra is fosszilis eredetűnek fogják nevezni. Melyek azok a területek? De ha még ide van kérdés, akkor visszaadom a szót. Én ezzel kapcsolatban annyi, hogy tehát azért azt meg kell jegyezni, hogy a hidrogén az úgynevezett szekunder energiaforrásként tekinthetünk rá. Tehát a fosszilis üzemanyagokkal szemben viszonylag kis energia ráfordítással a kőolajat át tudjuk konvertálni, és üzemanyag lesz belőle. Most a hidrogén az önmagában jelen van a környezetben, de azt valahogy ki kell vonni, és ezt számunkra használhatóvá kell tenni. Ez mindenképpen nagy energia ráfordítással jár, szemben a fosszilis üzemanyagokkal. Tehát annak az jelenlegi technológiával elképzelhetetlen tulajdonképpen, hogy ott nekünk valamekkora karbonlábnyomunk az ne legyen. Nyilván ezt annak függvényében, hogy milyen honnan származó energiát használunk fel annak érdekében, hogy ezt a konverziót adott esetben a földgázt vízgőzre formáljuk, vagy pedig a vizet elbontsuk hidrogénre és oxigénre, ennek függvényében tudjuk zöldíteni a hidrogént, vagy hát mehetünk el a karbon semlegesség irányába, de ez mindenképpen energiát igénylő folyamat. Melyek lehetnek azok a területek, ahol a hidrogént így a fenntarthatóság jegyében leginkább be tudjuk építeni a mindennapjaikban? Gondolok mondjuk a közlekedésre, iparra, tehát ez hogy tart, vagy hol tart most igazából a technológia? Mert ugye még a közlekedésről, ha beszélünk, majd fogunk beszélni nyilván hosszabban, addig mondjuk még hidrogénkutakat nem látok szerteszét az országban. Talán, ha jól olvastam, Japánban van talán 190 hidrogénkút, és azt hiszem Európában összesen van ennyi, azért az nem egy olyan egetrengető nagy szám, míg mondjuk egy fosszilis üzemanyag, tehát egy benzinkút esetében. Ezt hogy látjátok? Mik azok a területek, ahol a hidrogént alkalmazni tudjuk annak érdekében, hogy nyilván kevesebb széndioxidot bocsássunk ki a környezetbe? Hát nyilván a köztudatban, ami most így elterjedni látszik, az a közlekedés. Talán nem véletlenül a társadalom legnagyobb százalékát így lehet megérinteni tulajdonképpen a témával, hogy a közlekedésben elterjesztjük a hidrogént, de azért az iparnak számos területén jelen van a hidrogén, és ezt alkalmazzák, erről András tudja. De ez nem egy új keletű dolog. Nem egy új keletű dolog, így van, tehát ezt azért alkalmazzák. Nyilván most egyre nagyobb törekvések vannak arra, hogy ez egyre több helyen megjelenjen, tehát nem csak a közlekedésbe, hanem az iparban is. Tehát most például a Dunafernek tudjuk ismerjük a kálváriáját, ott a jelenlegi nyersvas gyártás az nem egy elfogadható technológia, nagyon nagy a karbonlábnyoma. És ott terveznek például hosszú távon olyan irányba most elmozdulni, hogy például hidrogénredukciós eljárással készítsék a nyersvasat tulajdonképpen, és ne a hagyományos nagyolvasztós technológiával. Mindenképpen környezetbarátabb irányba kívánnak például ott is elindulni, tehát ez egy nagyipari felhasználás, de a társadalom számára nyilván a közlekedés az, ami a legérdekesebb. András, már láttam, hogy még itt az iparhoz kapcsolódnál. Igen, nekem még lesz némi kis hozzáfűzni való, mert eleve rengeteg úti terv kering a éterben, illetve mind a Hydrogen Europe, mind pedig a globális, tehát világszinten sok-sok stratégia
említ úti terveket, amelyeknek a vége ugye mindig 2051-2030-as közbenső lépcsővel, és hát a végső célt azt ugye mindenki úgy sejti, úgy látja, hogy 20-25%-át a primer energiafogyasztásnak a hidrogén technológiák fogják biztosítani. Hát jelenleg ugye ez nem kimutatható, a hidrogén technológiáknak a részvétele a primer energiafogyasztásban. Jelenlegi, mielőtt a közbenső lépcsőt megemlíteném, jelenleg a vegyipar használja hidrogént közel 100%-ban, a reformálás, a olajfinomítás, illetve az ammónia előállítás, ammónia műtrágya gyártás az, amelyik az elsődleges piacát jelenti. A hidrogénnek a közlekedésben úgy jelenik meg, hogy még egész százalékokban nem lehet kifejezni, tehát 0,1% a hidrogén felhasználás az jelenik meg a tüzelanyagcellás gépjárművekben. Jelenleg hogy látjátok, hogy milyen gazdasági hatásokkal járhat mondjuk a hidrogén technológia elterjedése? Ezért gondolok itt, amit említettetek korábban is, amíg egy fosszilis üzemanyagok vagy fosszilis energiaadozók azért csak végesek. A hidrogén jelenleg nagyjából úgy tekintetünk, hogy egy nagyjából végtelen mennyiség áll rendelkezésünkre, de hogy ezek a térnyerés az milyen gazdasági folyamatokat indíthat be? Azért látjuk, hogy a fosszilis energiahordozók tere a szűkül, és nem kell messze menni, ukrán háború, most az izraeli konfliktus. Közben az egekben vannak az árak. Így van, ezek mind feltornázzák egyrészt az árakat, másrészt meg korlátozzák a hozzáférhetőséget. Uh-huh. Tehát mindenképpen szükség van alternatív energiahordozókra, és ez a hidrogén, ez egy lehetséges mód. Tehát hogyha lehetséges kémiai elem, hogyha mi közlekedni szeretnénk. Természetesen itt vannak mondjuk az elektromos akkumulátorok, de annak kell, hogy legyen egy alternatívája, és ez a hidrogén, ez jó alternatíva. Nagyon fontos, hogy az elektromos áramot elő kell állítani, akár ahhoz, hogy akkumulátort töltsünk, akár ahhoz, hogy hidrogént állítsunk elő, ehhez nyilván az energiát biztosítani kell. Tegyük fel, előállítottuk a hidrogént, tegyük egy zöld megoldást, mondjuk napelemek segítségével, de hogy fogom eljuttatni A pontból B pontba ezt az adott hidrogént, ha mondjuk én az automat akarom megtölteni, vagy a háztartásba akarom használni, tehát hogy tudjak, ez lehet szállítani, mik ennek a szabályai? Kicsit még visszaugranék arra a témára, hogy mik az első réspiaci lehetőségei, mert a közbenső lépcsőt azt azért nem mondtuk el, hogy 2030-ig mi fog történni, és hát az első réspiaci lehetőségek azok a nehéz gépjárműveknél, és a nehezen dekarbonizálható ipari energiaellátásnál fognak megjelenni, illetve az acélipar, cementipar, tehát ahol nem csak mint energiaforrás, hanem mint vegyipari alapanyag jelenik meg a hidrogén. Tehát ezek a hát az első olyan szegmensei a hidrogénnek, és később természetesen a dekarbonizációt ebbe a 20-25%-i mértékben fogja tudni elősegíteni. Tehát mindenképpen kiegészítő energiavektorról van szó, tehát nem lesz 100% hidrogéngazdaság, nagy mértékű lesz a villamos energia, tehát az elektrifikáció, tehát a közvetlen felhasználása a megújulókból származó villamos energiának. De az energiamixnek akkor ez egy nagy... Tehát egy a gáz, mint hidrogéngáz, tehát hogy most térünk rá a kérdésedre, hogy hogyan fog ezt szállítodni. Nagyon sok formában, nagyon sok hordozója lehet a hidrogénnek, ez lehet ugye cseppfolyós gáz, ez a kettő talán a legpiac érettebb, de természetesen más kémiai formában. Itt akár közben lehet iktatni a széndioxid technológiákat is, hiszen a széndioxiddal a metán átalakítható olyan energiahordozókkal, amelyek könnyebben szállíthatók. Tehát akár a metánnál, aminek a gázhálózata rendelkezésre áll, jelenleg is metán, metanol, illetve nagyobb szénhidrogének, akár a jelenlegi hát üzemanyagok mértékéig, tehát a nagyobb szénatom számú üzemanyagokig is el lehet vinni a széndioxid technológiát. Szerintem nagyon komoly lesz az ammóniában történő tárolás, és
szállítás, illetve még egyéb hidrogén technológiai, hidrogén tárolási megoldások, fémhidrides tárolási megoldások is szóba jöhetnek. Még itt a technológiára majd szeretnék kérdezni, de még egy picit visszakanyarodnék arra, amit korábban is említettek. A környezet szempontjából a hidrogén technológia fejlődése. Az nyilván a közlekedési szektort említettük, hogy ott nagy széndioxid kibocsátást tudunk elérni. De ha a technológia fejlődik, akkor milyen más környezeti pozitív hatásokat tudunk így a hidrogén technológiával elérni? Tehát az ipari végfelhasználást, azt mondtuk, ipari, vegyipari, tehát vegyipari alapanyag, illetve ipari energia, tehát akár az acélgyártás, cementgyártás. Amit nem mondtunk, az a lakossági kapcsolt hő- és áramtermelés. Ez nem a legelső piaca, tehát ez 2030 után fog talán beindulni. Attila? Illetve nem elhanyagolható az sem, hogy, és akkor most ismét a közlekedésre térünk rá, hogy tulajdonképpen a kibocsátást kihelyezzük városon kívülre. Ezzel nyilván a hidrogént ezt elő kell állítani, az energiaigényes, tehát ez a konverzió ez valahol meg fog történni. De hogyha ez városon kívül történik, akkor a városok levegője, és ezzel együtt a városon belül az életminőség az. Hol tudjuk meghúzni azt a határt, ahol még elektromos autózás, akkumulátoros, és mondjuk hidrogén meghajtású autózás vagy közlekedést tudunk találni. Itt a rövidebb távoknál jobb az elektromos akkumulátoros, és az, ugye, amit említettetek, hogy a szállítmányozás és a nagyobb távoknál tud a hidrogén bejönni. És talán azt hiszem, hogy a 12 tonna feletti gépjárműveknél már mindenképp a hidrogén irányába kell menni, mert nem tudnak olyan nagy akkumulátort berakni az adott teherautóba, hogy az mondjuk a rakteret ne úgy csökkentse, hogy már hasztalan legyen az egész. Így van, tehát azért azt látni kell, hogy az elektromos autóknak egyébként a hidrogén meghajtású autó is, amennyiben a hidrogén tüzelőanyag cellán égetjük el, úgy az is elektromos jármű. De az akkumulátoros elektromos járműveknél nagyon nagy probléma az akkumulátornak a tömege. Ez több száz kilogrammot kitehet, egy elektromos járműnek nem ritka, hogy az önsúlya az 2 tonna felett van, és akkor társul hozzá egy 3-400 kilométeres sötétben ható távolság. Majd utána, hogyha ezt tölteni akarjuk, akkor egy viszonylag hosszú töltési idő, tehát egy városon kívüli közlekedésre egy elektromos autó jelenleg korlátozottan használható, vagy hát nyilván alkalmazkodni kell hozzá, és akkor bele kell számolni azt, hogy a megnövekedett utazási idővel nekünk számolni kell. Na most hidrogén meghajtású autónál ez a probléma, ez kiküszöbölődhet. Ott nem is a tömeg, inkább a térfogattal lehet probléma, mert az egységnyi tömegre vetített energiatartalma a hidrogénnek nagyon jó, viszont az egységnyi térfogatra vetített energiatartalma az már rosszabb, tehát viszonylag nagy tartályokra van szükség a járműben, hogy a megfelelő mennyiségű hidrogént azt tárolni tudjuk, de minden esetre a töltés az sokkal kézenfekvőbb és adott esetben gyorsabb tud lenni, mint egy. Tehát nagyjából a hidrogénes töltés, azt nagyjából ugyanúgy kell elképzelni, mint mondjuk egy rendes benzinkutas beállok, és benzinnel vagy dízellel megtöltöm az autómat. Biztonsági szempontot kell figyelembe venni, illetve egy kicsi körülményesebb nyilván a biztonságokból kifolyólag, meg hát itt nagy nyomásokról beszélünk, tehát adott esetben több száz bár nyomásról, nem olyan evidens, mint egy adott esetben egy benzines járművet megtölteni, de nyilván a technológia fejlődik, és a töltési idő az összemérhetővé fog válni. Ha már a biztonságot említetted, itt olvastam pro-kontra érveket mindent a biztonság kapcsolatban. Egyik azt mondja, hogy nagyon veszélyes, a másik azt mondja, hogy sokkal kevésbé veszélyes, mondjuk mint egy akkumulátoros autó, mert még egy akkumulátoros autó kigyullad valamilyen okból, akkor a tűzoltók ott állnak, és megvárják, míg leég, míg mondjuk egy hidrogénnél ez ugye kiszökik a levegőbe, és nagyjából van egy durranás, vagy ilyesmi, és utána ez vége. Most akkor hol van az igazság? Tehát, hogy most egy hétköznapi ember hallja, akkor légy szíves, mondjátok el, mi az igazság. Az, hogy mind a kettő veszélyes. Tehát ugye ez minden olyan gépjármű, már pedig minden gépjármű üzemanyagot használ, az üzemanyagok önmagában veszélyesek. Tehát nagy energiát kis helyen tárolunk, az mindenképpen veszélyes. És a szabványokat, a biztonsági előírásokat kell betartani ahhoz, hogy a kockázatokat minimalizáljuk. A kockázatok soha nem fognak megszűnni.
Most is robbanó motorokon ülünk, amelyek bármikor robbanhatnak, elönti az utasteret, benne ég az ember. Ugyanolyan veszélyes az akkumulátoros is, hiszen nagy energiát tárolunk kis helyen, ráadásul az elektrolitok, azok szerves elektrolitok, amelyek szintén begyulladnak, beemlik az utastérbe, benne ég az ember. A hidrogén is veszélyes, ott is figyelni kell, ugyanakkor ott is olyan előírások vannak, amelyeket mind a gyártóknak, mind pedig a üzemeltetőknek be kell tartani, és akkor minimalizálni tudjuk a kockázatot. Tehát egy hidrogén tartályt azt most már úgy vizsgálnak, hogy a névleges nyomásának többszörösére töltik, és rendkívül drasztikus erőhatásoknak teszik ki, hogy vizsgálják a biztonságát és az ellenálló képességét. Robbani nem is tud, tehát szilánkosra nem tud robbanni. Sérülés esetén a hidrogén gyorsan elszökik, villámgyorsan. Ha véletlen szikrát kap, akkor be fog gyulladni, robbani nem fog. Tehát ahhoz megfelelő robbanó elegyet kell elérni, azt meg csak zárt térben tudja elérni a hidrogén, hogy robbanhasson. A szóróláng az előfordulhat. De akkor csak pár másodpercig, ha jól értem. Hát azt nem tudom, hogy pár másodpercig, nyilván gyors az egész, de ugye nem az utastérben történik. És hőkisugárzása, hőkibocsátása nincsen a hidrogén lángjának, tehát nem is nagyon lehet látni. Nem érdemes beletenni a kezet, mert azon nyomban mondjuk kilukasztja, de ha közel, tehát akár 10 centi távolságra sem érezni a hőkibocsátását a hidrogén lángjának. Tehát ilyen probléma hidrogénnel nem történhet, de minden technológia, amely áram, illetve üzemanyagnak a tárolását, tehát energiának a tárolását teszi szükségessé, az veszélyes, vigyázni kell. És ugye most említettük, hogy a hidrogén technológia igazán jól már régóta van, de valahogy még mindig igazándiból gyerekcipőben jár, ha én ezt jól értem, ahhoz képest, amit mondjuk el lehet vele érni. Milyen kihívásoknak kell megfelelnie, és hogy látjátok, hogy mi a hidrogén technológiának ez az óriási télnyerése, vagy úgymond ez a korábban is érted, ez a hype, ami most ő körülveszi, nyilván itt, amit megfogalmaztak 2050-re, meg 2030-re célok, de hogy ez hol tart most, és mit lehet elérni egyébként ezekkel? Hát minden évben duplázódik, azért azt kell mondani, a hidrogén előállítás és hidrogén felhasználás mértéke is, sőt, ez már eleve ez egy hatványfüggvény, ami azért jelentősen meg fog mutatkozni, de talán még nagyobb százalékos növekedések is várhatók. Jelenleg rengeteg minden hátráltatja, azért van ez a hosszú indukciós periódus. Tehát ugye mondtam a 60-as években az űripari alkalmazást, utána sokáig szinte semmi nem történt, és a 90-es években kezdett el újra felfelé futni a hidrogén, mint energiavektor alkalmazása, és most nyer igazándiból lendületet, de most is még a beszállítói háttér hiánya, akár az elektrolízis technológiához, akár a tüzelőanyagcella technológiához. Mindenki arra vár, hogy azért állami támogatások érkeznek, ugye ezt inkább kivárnak. Akkor tehát kapacitás hiányok merülnek fel. Tehát hiába van az megtervező, hogy 10 millió tonna hidrogént fogunk Európában előállítani 2030-ban évente, hogyha jelenleg, ez több nagyságrenddel ugye kevesebb, jelenleg 160 megawattnyi elektrolizáló kapacitás van telepítve egész Európában, ez kellene ugye 2030-ra 10 millió tonnához, hát most hirtelen zavarba hoztál, mert ki kellene számolni, hogy hány gigawatt elektrolizáló telepítése, de talán 53 gigawatt elektrolizáló telepítése. Tehát a 170 megawattról, ami most van, vagy 160 megawatt, 53 gigawattra kellene fölmenni 2030-ig, úgyhogy ez évente duplázódik. Tehát mit tudom én, most várunk a 2022-es adatra, nem sokára meg fognak jelenni a Green Hydrogen Observatory, a Green Hydrogen Monitor reportok, ezek november végére várhatók, és abból látjuk, hogy 2022-ben mi történt 2021-hez képest. Hát itt
már remélem, hogy akár az 500 megawattot is el fogja érni az Európában telepített elektrolizálóknak a mértéke, a mennyisége. Azért ezt például látni kell, Kínában egy helyen van telepítve 150 megawattnyi elektrolizáló, ami Európában 2021-ben összesen volt. Az nagy különbség. Úgyhogy nagy különbségek. Magyarországon 1-2 megawatt elektrolizáló működik. Mit láttok, hogy ugye van egy magyar hidrogén stratégia is, ebben mik vannak lefektetve? Tehát mi a magyar stratégia hidrogén szempontjából? 2030-ig csepp a tengerbe, tehát 40 ezer tonna hidrogén új, tehát vagy zöld, vagy dekarbonizált hidrogénnek a éves gyártása van előirányozva, amiből körülbelül ilyen 25 ezer lenne a közlekedési. 25 ezer tonna. Most ezt teravattórába kifejezve, ez körülbelül 1 teravattóra. Primer energia felhasználása Magyarországnak 218 teravattóra. Tehát még ez akkor tényleg nagyon gyerekcipőben jár. 100%. Igen. Hát ugye 40 ezer gépjármű, személygépjármű, hogy a hallgatók is megértsék, hogy milyen nagyságrendben kell gondolkozni, és 3 milliós a gépjármű állomány Magyarországon. Tehát egy nagyon komoly infrastruktúra fejlesztésnek is végbe kell menni, hogy ez a technológia. Ezt Attila, mesélj el, hogy azért itt még... Tehát így van. Tehát alapvetően a technológia az tekinthetjük kiforrottnak. Tehát azért nagyon nagy energiákat fektettek különböző cégek abba, hogy ez egy kiforrottnak nevezhető technológia lesz. Itt a volumen az, amivel jelenleg probléma van, tehát nem terjedt még el. Nyilván mindenki vár, ahogy András is mondta, állami támogatásra, várnak magasabb szintű politikai döntésekre és elhatározásokra, ahhoz aztán, hogy ez az iparág ez robbanhasson, de szabályozások nincsenek például még meg, de a technológia az alapvetően rendelkezésre áll. Nyilván vannak sajtóértesülések, hogy a Kia milyen hidrogén meghajtású motort, belső égésű motort fejlesztett, aztán egy másik autógyártó milyen elektrolizáló cellás motorra jött ki. Tehát nyilván ezek létező dolgok, ott vannak már tulajdonképpen a polcon, elő kell őket venni, nyilván javítani kell még valamelyes technológián, és ezek alkalmazható dolgok, tehát itt egy elköteleződésre van. Igen, az infrastruktúrát én nagyjából úgy értettem, hogy minden, nem csak az, hogy mondjuk töltőállomások legyenek, hanem ámra ez a szabályozási környezettől fogva mindentől meg kell valósuljon. Lassan jönnek, hiányoznak. A finanszírozási oldala, csak Európát tudom mondani, 400 milliárd euróra lenne szükség 2030-ig. Na most, hogyha van egy 3 milliárd eurós tőkével rendelkező hidrogénbank, akkor ez ugye csepp a tengerbe. És ezért 3 milliárd euró sem kevés pénz. Az sem kevés pénz, csak ugye ez évenként kellene 50-100 milliárd euró ahhoz. Tehát a magántőke, a magánbefektetésekre óriási szükség van, és hát nyilván több állami támogatásra. Tehát ezek hiányoznak úgy, hogy a jelenlegi hát érett fosszilis technológiákba évente tesznek bele ennyit azoknak a fejlesztésére. De ha jól értem, akkor nagyjából ez egy elkerülhetetlen beruházás lesz majd hosszú távon, tehát hogyha itt a dekarbonizáció az tényleg egy cél lesz, és az, hogy minél egészségesebb és jobb bolygót és környezetet adjunk, akkor el kell mennünk ebbe az irányba, és ezeket a döntéseket lassan meg kell hozni, mert aztán megint ott tartunk, hogy már késő. Pontosan, de azt is látni kell, hogy ez csak akkor életképes, hogyha megfelelő mennyiségű, hívjuk zöld energiának, az rendelkezésre áll. Mert hogyha ezt az energiát, ami hidrogén előállításra szükséges, mondjuk ugyanúgy fosszilis energiából származó elektromos árammal állítjuk elő, akkor tulajdonképpen több kárt csinálunk, mint hasznot. Hiszen ennek a konverziónak van egy kellően rossz hatásfoka. Tehát akkor sokkal nagyobb kárt csinálunk, mint amennyit ebből ki tudunk venni, ebből a rendszerből hasznot. Ez csak akkor életképes, hogyha lesz kellő mennyiségű napenergiánk, nukleáris energiánk, amivel környezetkímélő módon elő tudjuk állítani villamos energiát, és aztán hidrogént, mint energiahordozót. És ha most csak európai viszonylatban nézzük, akkor
ez a fajta infrastruktúra, ez jelenleg megvan, hogy egyébként ezt elő tudnánk állítani? Ezeket, de ugye most a hidrogénről, a zöld hidrogénről beszélünk, ugye a köznyelvi nyelven, tehát arra kell, azzal kell számolnunk, mert hogy az a fenntartható, amit te is említettél, jelen pillanatban, ha most azt mondják, hogy hirtelen meg lenne az összes töltőházat, autók, minden, akkor ezt elő tudnánk állítani egyébként ilyen fenntartható módon, ezt az energiát? Nem. Röviden és tömören. Igen. Tehát ugye arról van szó, hogy a 10 millió tonna hidrogén, zöld hidrogén előállítása, amire 2030-ra el kell érni, hát előbb meséltem el, hogy az több nagyságrenddel el van maradva. Tehát ezt a hálózatot kell kiépíteni. Tehát ezt a megfelelő mennyiségű megújuló energiaforrást, a megfelelő mennyiségű elektrolizálót, a megfelelő mennyiségű tárolókapacitást és a szállítási kapacitást kell kiépíteni. Erre van szükség óriási mennyiségű pénzre, forrásra, amit az előbb is említettem, és jelenleg ugye ezt a cash flow szempontjából egy halott völgynek hívják, ami most a hidrogén technológia tartozik, és ennek a nullszaldós pontja, azt mindig tolják egy kicsit kifelé, és mindig azt mondják, hogy 5-6 év múlva. Hát, csak 5-6 év múlva, hogy már el leszünk késve ezzel az egész átállással, hát, nem? Igen. Tehát ez egy folyamatos fejlesztést igényel, nyilván egy folyamatos tőkeinjekciót igényel, ugyanúgy, ahogy egyébként az elektromos járművek, hagyományos akkumulátoros elektromos járművek terjedése is, azért érezzük, hogy nem olyan ütemben történik, mint ahogy az adott esetben elvárható lenne. De ez ugye a felhasználói oldal, de a másik oldalon a megfelelő minőségű energia előállításra is gondolni kell, ahhoz, hogy ezt a rendszert a bemeneti oldalon finanszírozni tudjuk. A technológiai fejlődés az segíthet ebben? Tehát ugye mondhatok, hogy azért itt a technológia az folyamatosan fejlődik. Tehát lehet, hogy mondjuk a technológia annyira előhaladott állapotban lesz, hogy mondjuk ezeket a költségeket, amik felmerültek, azokat valamilyen szinten tudja csökkenteni? Vagy az ugyanúgy meg kell előzze egy nagy beruházás? A kapacitás növelés az rendkívül fontos, tehát az fogja az erő elsősorban az árakat letörni. Tehát, de a technológiai fejlesztés az természetesen nem maradhat el. Tehát olyan technológiákról van szó, mint a szilárdoxid elektrolízis, amelyek jelenleg a alacsonyabb TRL szinteken vannak, 6-7-es, hát ezt el kell vinni a maximum felkészültségét a 9-es szintig, hogy azután a tömeggyártásba lehessen vinni. Tehát ez egy olyan, ez a technológia, most kifejezetten a szilárdoxidos technológia, amelynek a hatásfoka 80-90%-ot képes meghaladni. Tehát rendkívül fontos a technológiai fejlesztése ennél a technológiánál. Protoncsere, membrános technológia az relatíve piacérett, abban is vannak még kapacitások, potenciálok, tehát akár az elektrolízis technológiánál az iridium-oxidnak a kiváltása, tehát magának a nemesfémtartalomnak a kiváltása, 11 celles technológiának platina kiváltása. Ezek nagyon fontos műszaki technológiai feltételek, amelyek az árak letörésében szerepet játszanak. Protoncsere, kerámia, tüzelőanyagcellák, illetve reverzibilis elektrolizálók szintén alacsonyabb TRL szinten vannak. Tehát azt kell mondani, hogy nagyon nagy potenciál van a műszaki technológiai fejlesztésekben, de óriási szerepe lenne a sorozatgyártás, a tömeggyártás elindításának az árak letörésében. Két záró kérdésem, hogy ez mindkettőtök közön, mert kérlek egy egyesülve válaszoltak, hogy először is ugye azt látható, hogy nagyon sok kutatásfejlesztési folyamat van ebben a témában. Nem lehetne, és ez most igazából költőkérdés, és meg is tudom magadnak válaszolni, hogy az összes kutatást egy platformra terelni, mert azt mondjuk, hogy ez egy globális feladat, amit globálisan kell megoldani, és nem külön Európa, Ázsia, Amerika, stb. Nem valahogy egy irányba terelni ezt az egész dolgot, és összeültetni azokat az embereket, akik a legnagyobb koponyák ebben a témában. És ez a kérdésem egyik fele, a másik pedig, hogy ti egyébként hogy látjátok, ezek a célokat el fogjuk tudni érni, és meg fog tudni valósulni, és el fog tudni jönni tényleg a hidrogén, úgy a hidrogén aranykora, talán nem tudom, lehet-e így hívni. Hát egy idealizált világban ez működhetne nyilván. Idealizált világban. Én azért gondoltam, hogy költő igazából a kérdés.
De nyilván itt azért vannak nyilván piaci érdekek, és minden cég védi a sajátját. Mindenki az első szeretne lenni, mindenki a legolcsóbb szeretne lenni, mindenki a leggazdaságosabban, a legnagyobb volumenben akarja ezt nyilván gyártani. Ezek a cégek nyilván megpróbálják megvenni maguknak a legjobb szakembereket, és a legnagyobb pénzügyi potenciált ebből a rendszerből, tehát a legtöbb pénzt ebből kivenni. Na most éppen ezért szerintem nem elképzelhető. Törekvéseket kell tenni, nyilván, tehát mondjuk egy magyar tudós társadalmat mondjuk adott esetben össze lehet helyel közel fogni, lehet célzottan mondjuk pályázati témákat kiírni, amire mondjuk konzorciumban lehet pályázni, vállalatokkal, egyetemekkel együtt, tehát ezt így irányítgatni lehet, de szerintem a tőke, és ez így globálisan, ez így nem fog megvalósulni. És a második fele, ami a kihívásokat és a célokat érinti? Szerintem ezek mind ezeket leírják és megfogalmazzák, és azt látjuk, a gyakorlat az, hogy aztán ezeket mindig felülírják, és sajnos általában nem abba az irányba írják felül ezeket a célokat, mint amiben szeretnénk, hogy felülíródjanak. Hát, hogy hamarabb teljesült, tehát inkább jellemzően csúszni. Ezek csúszni fognak, és később fognak teljesülni. Ja, András? A jó hír az, hogyha Európa, Ázsia és Észak-Amerika versenyét tekintjük, mindenképpen dobogós Európa. Nem rossz, de hát sajnos a hidrogén technológia különböző szegmenseiben nagyon erős a verseny, és van egy erőpozíció most Európánál, ami az elektrolizáló gyártásban összpontosul, ezt nem szabadna kiengedni. Tehát nem szabadna ugyanoda eljutni, ahol a szélerőművekkel, illetve a fotovoltaikus erőművekkel eljutottunk, hogy azt Európában fejlesztették, fedezték, találták föl, jelenleg a gyártás nem ide koncentrálódik, tehát az elektrolizáló gyártást azt nem szabadna így elpuskázni. Tehát ehhez történő beszállítók, erre alkalmas gyártóknak a piacképességét és versenyképességét meg kell őrizni, és meg kell tartani. Ami a magyarországi viszonyokat illeti, elindult egy megújuló energiák nemzeti labor, amelyiknek van egy hidrogénes lába, tehát tényleg össze vannak terelve a tudósok mondjuk egy kupacba. Sajnos nem teljes a platform, tehát nagyon sok egyetem továbbra is hiányzik, illetve kutatóhely, amelyek még itt elférnének. Amikor a projekt célkitűzéseit megfogalmaztuk, akkor hát erre volt keret, hogy a jelenlegi gárdával elinduljunk itt Magyarországon. A megújuló energiák nemzeti labor hidrogénlábának nagyon fontos két területe van. Az egyik a beszállítóknak, a hazai beszállítóknak a felkészítése. Tehát azért tudni kell, hogy se az elektrolizálók, se pedig a tüzelőanyagcellák nem űrtechnológia, tehát itt olyan komponensekről van szó, amit a hazai gyártók, beszállítók képesek előállítani, termelni. Jelenlegi profiljuknak a pici átalakításával, tehát itt olyan polimer technológiai, olyan membrán technológiai, olyan katalizátor technológiai megoldásokról van szó, amelyeknek a bázisa jelenleg is létezik Magyarországon, át kell állítani ebbe az irányba őket, és hát a beszállítók megerősítése, hidrogén technológiai beszállítóknak a hazai megerősítése, az egy nagyon fontos célkitűzése a megújuló energiák nemzeti labornak. Hát én ehhez sok sikert kívánok nektek, és bízunk benne, hogy amíg nem létező egyetemek, akik nem csatlakoztak be, akkor megnézik ezt a podcast, utána ők is csatlakoznak. Az egyetemek léteznek, sajnos sorba állnak, hogy fölférjenek erre a hajóra. Hát akkor reméljük, hogy minél többen fel fognak férni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Szerintem kellőképpen át tudtuk beszélni a témát, és biztos, hogy hallottak új információt, nézőink és hallgatók, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy újra meghallgattatok és megnéztetek minket. Ne maradjatok le, kövessetek minket, és hamarosan új részekkel jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!